Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Football Hon! A mai videóban pedig elkezdjük a TOPS bajnokok ligáját. Ti már látjátok is, hogy melyik mérkőzéssel fogunk kezdeni a kép alapján. Viszont én még most a felvétel pillanatában semmit nem tudok, úgyhogy úgymond nekem is izgi meg a többi mérkőzés. Persze nektek is az lesz, hogy melyik csapatok fognak összecsapni. Itt vagyunk a csatorna kezdő oldalán. Itt ugye láthatjuk is, hogy volt egy ilyen kis próba meccs a Lipcse és a Salzburg, ugye a két magyar kötődésű csapattal. Érdekes volt, ha -e, nem láttátok volna, még mindenképpen nézétek meg. Jó kis meccs volt, jó hangulat volt szerintem. Úgyhogy ebbe a forgatókönyvbe gondoltam, hogy nyomassunk egy teljes bajnokságot, negyed döntőkkel, elődöntőkkel, majd utána döntőkkel, és ha nagyon szeretnétek, akkor akár bronzmeccs is lehet, úgyhogy szerintem jó lesz. De nem is ez a lényeg, hanem nézzük meg a sorsolás menetét, hiszen ti szavaztátok meg. Előtte azért mondanám kis lábjegyzetként, hogy a csatlakozásnál nézzétek meg, mert frissítettem a dolgokat. Most már lesznek majd a tagoknak szóló Speckó nyereményjátékok, amint majd kapok kisorsolásra cuccokat, de évente egy tuti lesz. Na mindegy, nem ezzel akarom húzni az időt, nézzétek meg, az a lényeg. Menjünk is át, hiszen itt a szavazás 186 voksot kaptam tőletek, kicsit többre számítottam, ha már így vagyunk 23 ezeren a csatornán, de nem baj, a lényeg, hogy azért szavaztatok a legnagyobb kemény mag, az ultra, a szavazott a futballkarcunk kupára. Nagyon meglepők lettek az eredmények, már csak azért, mert a Barcelona körülbelül minden elvitt, 31 ennyi Barca szurkoló lenne Magyarországon, nagyon durva, Úgyhogy 58-an szavaztatok a Barcelonára, ő lett az első helyezett, majd utána a Real Madrid 22 szavazattal. Első 8 lesz benne egyébként, így ki kell legyen döntő, akik nem lenne egyértelmű. Menjünk tovább, utána van nekünk egy Bayern Münchenünk 17 szavazattal, 9,1%-ot vitt el a körből, majd utána a Juventus 14 szavazattal, aztán utána a Red Bull Salzburg, ez 11 szavazat utána jön ugyanúgy 11 szavazattal a Manchester City, tehát itt egyenlőség van, de még mind a ketten bekerülnek, hiszen 5 6 helyet vitték el. 7 lesz nekünk, azt hiszem, hogy igen, a Liverpool és a PSG. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Na, a PSG úgy nézegettem itt a szavazást, nagyon le volt maradva, és a végén feljött. PSG szurkolók megtalálták a szavazógombot. A Lipcses szegény egyetlen egy szavazattal maradt le, 8 leadott voks, ugye, így kimarad, a Salzburg, azért az benne van. Úgyhogy így nézünk most ki, vannak meglepetések, például, hogy Inter egyáltalán Napoli, Atlético Madrid, Dortmund, ezek nem kerültek be, nem jött rá elég szavazat. Na mindegy. Érdekes, úgyhogy én össze is raktam a csapatokat, összeirogattam a szavazatok mennyiségének sorrendjébe ide a randomorg -ra, tehát a borszal legtöbbet kapta utána a reál, stb. így az első 8 így felírtam. Úgyhogy ezek alapján fog kikerülni, hogy hogy lesznek az összecsapások. Úgyhogy kezdünk is majd, akit itt elsőnek kidob. Én randomizálok egyet, nem akarom húzni az időt, és itt van, az eredmény kisorsolta nekünk. Első két csapat, aki összecsap egymással az a Liverpool, Juventus, majd utána Bayern München, PSG, Manchester City, Barcelona, komoly meccsek vannak, Red Bull, Salzburg, Real Madrid. Úgyhogy ezeken az ágokon megyünk majd tovább, úgy képzeljétek el, hogy itt a Liverpool Juventus-on tegyük fel nyer a Juve, itt pedig a Bayern München, PSG ellen, akkor így mennek tovább, tehát a Juve fog a Bayern München játszani, de össze is állítok van nektek valami látványosabb táblázatot. És láthatjátok is a táblát, készen vagyunk, úgyhogy ez alapján kicsit egyértelműbb, hogy mire is gondoltam, tehát itt is vannak, majd szépen be tudjuk irogatni minden meccs végén az eredményt, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, kezdjük a Liverpool Juventus mérkőzéssel. Na itt is vagyok, megyünk tovább, most már itt vannak a csomagok, úgyhogy nem is húzom az időt, behozom az eredményjelzőt, Liverpool Juventus mérkőzés lesz. Úgyhogy ennek rendjés és módja szerint megyünk is tovább, kiveszek első félidőnyi pakkot, illetve egy második félidőnyi csomagot, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan alakul a csapatoknak a mérkőzései. Ha arany gól lenne, azaz döntetlen, valamelyik csapat majd szerez egy gólt, akkor itt folytatjuk ezekkel a pakokkal, Aki előbb szerez gólt, az nyerte a mérkőzést, de reméljük, hogy a rendes játékidőben el fog dőlni. Tehát első fél idő, második fél idő, bármit nyitunk, ami Liverpool vagy Juventus, logó, tök mindegy, micsoda, az a csapat tovább jutott az elődöntőbe, úgyhogy semmi bonyodalom nincsen. Kezdjük is a mérkőzést. Első csomag. Hat kártya van egy pakban, nagyon izgalmas. Legalábbis én nagyon izgulok. A bónuszos lap mindenféle kis leírással. Az alkalmazásról. Ez egy interes kártya. Azon belül Godin. És ott a Juventus gól. Kielini. Nagyon komoly. Azt figyeljétek, egy logóval szerzett, szerzett gólt a Juve. Úgyhogy, fú, gratulálunk. Ez gyors volt. vendégolda természetesen. Úgyhogy így nézünk ki, de be is rakjuk szép jóvét. Azt utána egy Salzburg, majd utána egy Benfica, egy Barcelona, és a végén egy Serge Gnabry Man of the Matches, szépen kinéző Bayern Münchenes kártya. Tehát Liverpool az most ezekbe nem volt, viszont Juventus igen, úgyhogy vezet a Juve, egyenlőre ők állnak továbbításra. Nézzük a kövét, ezt az alkalmazásos papírt félre dobjuk. Ez egy PSG, Tiago Silva, nagyon szép, Club legend, és egy Salah. Ott van, nem szórakoztak. Ez bizony, egy-egy, következő lap. Nem fontos majd nekünk, egyből kiderült, hiszen ez egy Atlantás. Majd utána egy Napoli, Zilenszky, és egy Lopez, Leon, Sancho ez pedig BVB-s, Dortmundos játékos lett. Nagyon szépek ezek a lapok, jól néz ki ez a csillogós effekt, viszont a mérkőzés egyre egy, -egy úgyhogy jön, jön a félidő, megyünk tovább a következő csomaggal, nézzük, hogy mi lesz az eredmény, hiszen egyenlőre így senki nem jut tovább. Azt mondja ezért Real Madridos, Casemiro, majd utána Lilés, Dabila, Valencia, Klissen, Holland kapus, Napoli is, Kaleon és egy PSG is. Ez pedig Ferrati és egy Zsorinó Chelsea csapatából nem született gól. Nézzük az utolsó csomagot. Itt már tényleg fontos lenne valamelyik csapatnak gólt szerezni. Ezt oldalra rakjuk. Itt egy Napoli ellen. Majd utána egy Bayern München, azt hittem a piros mezre, hogy Liverpool, Lewandowski, Leverkusen, Radecki, majd utána Fernández, Benfica, a végén egy Daka, Aspiri -Köerta. ezek közül egyik se lényeges. Igazából, hiszen Salzburgos, majd Csáz is volt, úgyhogy menni kell tovább, hiszen nem dönt el a mérkőzés, ki rakok ide rengeteg csomagot középe, és bontogatunk aranygól. Amelyik csapat gólt szerez, az tovább jutott. Nem szórakozunk. Real Madrid. varam, Majd utána Galatasaray. Muslera, Leipzig. Ez pedig egy Klosterman. Tehát nem Ez egy Gian Foyt majd utána egy Manchester City és egy Griezmann, úgyhogy nyitogatunk tovább, nincsen megállás. Próbálom itt váltogatni a nyitási pozíciókat, sorrendet, de igazából gól nem születik, úgyhogy ez nem változott. Ez egy Mura, Tatanem, Bayern München, Kuman, Napoli, Meret, majd utána egy Lindama, Galata, majd utána egy Salzburgos, Ulmer és egy Skinner Interes, úgyhogy a különlegesek jönnek, az albumom az maximálisan telítődik, azzal nincs probléma, csak hogy gól nem születik, és egy egyel egyszer nem bírnak a csapatok egymással, nincsen továbbító egyenlőre, tehát nem Hatspur Sun, még egy Erik nem Eric Dyer, Barcelona logó, egy -e Benficás, Fejsze, egy genkes vicc, vicc, Hazard, nincsen, nincsen gól a mérkőzésen. Vannak pakok, nem kell izgulni. Bontogatunk. Végülis opening videónak se utolsó. Demir Bay, Nagyon komoly. Ott a találat. Megfordítottam az első csillogós lapot, és alatta ott volt, úgyhogy ezzel meg is nyerte a Liverpool a mérkőzést, úgyhogy ezt ide rakom annyit megérdemelnek, hogy így a végére kirakom ezt a nagyon gyors játékost is. Nézzük azért többit meg, hogy valami izgé esetleg lett volna még, de ezek már nem számítanak zenit. Atlético, Chelsea amúgy sem számított volna, hiszen nem szeretett volna még több gól. Úgyhogy így nézünk ki, jó sok pak után hosszabbítás, hosszabbításánk a hosszabbításába, de végül is 2-1-re a Liverpool, kiverte a Juventus-t. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Megyünk majd tovább szerdán, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok be a Facebookot, illetve Instagramra is nézzetek rá, ott vannak a linkek a leírásban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!